Ligeti Miklós, a Transparency International jogi igazgatója vendégünk. Jó estét kívánok. Ugye nem kapták meg az adatokat. Nem bizony. Aztán jött ez az információs szabadság törvény. Amikor ez kijött, akkor azt gondoltam, hogy na hát aztán most már végképp nem fogják megkapni az adatokat. Most Áder János visszaküldte ezt a törvényt. Ön reménykedik abban, hogy valami olyan változás, módosítás lesz, aminek a végén önök mégis megkaphatják az adatokat? Tartok tőle, hogy ez egy jól felépített támadás az információszabadság ellen. Két alapvető információszabadság korlátozó rendelkezés található ebben a törvénymódosításban. Az egyik a visszaélésszerű adatigénylésnek nevezett valami, miszerint az ÁSZ meg a KEHI annyi adatot igényel, amennyit akar, de a polgár ennyihez nem juthat hozzá, mert a közérdekű adatokhoz való hozzáférés állítólag nem erre van kitalálva. A másik, hogy... Egy pillanat csak, hogy itt elnézést, hogy közbevágok, ugye arról van szó, hogy azt próbálják indoklásul felhozni, hova jutnánk, ha mindenki állandóan mindenféle adatot kérne a különböző állami szervektől, akkor azoknak a működése megbénulna, így indokolta például az elutasítást, meg a jogszabály meglétét az egyik illetékes. Hát ez egy nagyon farizeus érv, ez egy nagyon önmagába visszaforduló érv szerintem, hogyha minden állampolgár mindig minden adathoz hozzáférne, akkor az igazi demokráciához jutnánk el, ahol a hatalom valóban elszámoltatható, és a Transparency ezért is küzd. Meglátjuk, hogy ebből mi lesz. Én ennél egy súnyibb és veszélyesebb módosító kísérletet is felfedezni vélek ebben a jogszabály tervezetben, mégpedig azt, hogy szűkül az információszabadság törvényhatája akkor, ha a külön törvény adathoz hozzáférés, tájékozódást, iratmegismerést tesz lehetővé. És most inkább a konkrét elképzeléseket nem is ismertetném, mert még úgy néz neki, hogy a Transparency tippeket ad a kormánytöbbségnek, hogy lehet arcvesztés nélkül visszajönni ebből a módosításból, de úgy, hogy az információszabadságot mégis korlátozzák. De kár, hogy nem mondja, pedig én olyan kíváncsi volnék. Nézze, az, hogy beleírták az információszabadság törvénybe javaslati szinten, hogyha külön törvény adathoz más szabály szerint hozzáférést biztosított, nem érvényes az információszabadság szerinti igénylési és perlési jog. Ez biztos, hogy egy nézőnk se érti. Megnyitja az most utat, ezt a mondatát, amit elmondott. Értem, akkor ezt megpróbálom közérthetővé tenni. Ez megnyitja az utat arra, hogy bármikor megszavazzon az országgyűlési többség egy törvényt, ami mondjuk azt mondja, hogy például a jövedéki termékekhez, mint amilyen a dohánytermék is, vagy a koncesszió keretében értékesített állami javakhoz, csak meghatározott mértékben, mondjuk csak a bírálati emlékeztetők terjedelmében lehet hozzáférni adatokhoz, és ebben az esetben... Hát most vágok közben, mert azt mondja a fejlesztési miniszter, hogy majd, ha lezárulnak a pályázatok, ha megkötik a koncesziós szerződéseket, akkor majd ezt az emlékeztetőt, amit most ő mondott, igen, majd ezt nyilvánosságra fogják. Na de ebben mi lesz én benne? Én úgy gondolom, hogy egy ilyen emlékeztetőben valami ilyen szöveg szerepelhet, hogy XY pályázatát, mivel megítélésünk szerint nagyobb részt valószínűsít, hogy a pályázati kiírás céljait el lehet érni ezen a módon, magas pontszámra értékelen kapjon 60-ból 58-at, ZY pályázata meg erre a célra valószínűleg nem alkalmas, ő kapjon kevés pontot, 60-ból 18-at, tehát pont a lényeg maradna elfekve, olyan, mint egy miniszoknya, sok mindent megmutat, a lényeget eltakarja. Ebből az következik, hogyha nem látjuk a pályázati mellékleteket, nem férünk hozzá az üzleti tervekhez, nem tudjuk, hogy kik bíráltak, miféle iratok alapján, akkor soha nem fogjuk megtudni azt, hogy valójában ki miért nyerte ezeket a koncesziós jogokat. Ön abban kételkedik, hogy Áder János valós okokra hivatkozva, vagy valós okok miatt, amik már neki is szemet szúrtak, küldte vissza a parlamentnek ezt a törvényt? Nem kételkedem, hiszen azok az indokok, amelyek alapján a köztársasági elnök úr ezt a viszonylag puha politikai vétót meglépte, összecsengenek azokkal az érvekkel, amelyeket a hozzá címzett nyílt levelet jegyző Transparency-t is a sorai között tudó civil szervezetek előhoztak. Nyilván mi jogilag ezt jobban kimunkáltuk, és bíztunk egy alkotmánybírósághoz fordulásban, tehát egy alkotmánysági vétóban. Az elhúzta volna az időt, nem? Viszont korrektebb és tisztább megoldást eredményezett volna. Most akár arra is lehetőség van a tisztelt háznak, hogy változatlan normatartalommal megszavazza újra ezt a javaslatot. Hát igen, de ezt megmerik tenni Áder Jánossal szemben? Ezt nem gondolom. Ezért valamit fognak változtatni, mert nem fogják blamálni a saját maguk által jelölt köztársasági elnököt. Ez a legnagyobb félelem ebben a történetben, ez a legnagyobb kockázat, hogy valamennyit visszahoznak
az információszabadság korlátozásából, és a végén még majd boldogok leszünk, hogy nem annyira korlátozták az infószabadságot, amire eredetileg tervezték, de mégis több lépéssel messzebb kerülünk attól a célkitűzéstől, amit a Transparency igen régóta hangoztat, hogy legyen a hatalom átlátható, adjon számot a működéséről, és a közpénzeket nyilvános módon költsék el. Blamálta volna magát a köztársasági elnök, hogyha az Alkotmánybíróságtól kér norma kontrollt? Én szerintem az lett volna a korrektebb megoldás, és szerintem ezzel nagyobb blamásnak teszi ki magát, vagy nagyobb blamás kockázatának, hiszen hozhatják olyan helyzetbe, hogy egy vállalhatatlan normatartalmat kell aláírni, ami adott esetben nem egyezik meg szóró-szóra azzal, amit visszaküldött. Viszont, hogyha egyszer politikai vétóval élt, és lényegileg nem változik a normatartalom, akkor ugyanarra a normatartalomra, vagy közel ugyanarra a normatartalomra nem kérhet később alkotmányossági vétót. Tehát ez nem ilyen fórumshopping jellegű, hogy egyszer ezt a fórumot veszem igénybe, egyszer meg azt. Igen, megszondázom a parlamentet, majd aztán elküldöm. Így van, ez nem működik. Viszont bőven lett volna olyan rendelkezése az alaptörvénynek, ami alapján ezt az Alkotmánybírósághoz is el lehetett volna küldeni, és az Alkotmánybíróságnak valószínűsítem nem lett volna nehéz dolga, hogy megtalálja az alaptörvényi kapaszkodókat a módosítójavaslat szerinti rendelkezések jelentős részének a kiszórásához. Nagyon érdekes talán ilyen furcsa időbeli egybeesés, hogy amikor az egész trafik mutyi ügy zajlik, és hát a korrupcióról beszél egész Magyarország, akkor önök pont most a héten, illetve jelesül pont ma rendeztek egy olyan rendezvényt, szerveztek, amelyen a gimnazista korosztály számára a tiszta közéletről rendeződik most egy verseny, amelyhez még a Roma Veritas is csatlakozott, és flashmobbal, dalszövegíró versennyel és kisfilmmel hívják föl a figyelmet a korrupció elleni küzdelem fontosságára a gimnazisták. Nagyon érdekes, hogy most egy ilyen környezetben rendezték ezt a versenyt, ami még nem ért véget, és a Híradó riportere ott volt ezen a versenyen, és ott beszélt az egyik lányjal, az Apáczai Csere János gimnáziumnak a tanulója, aki a következőt mondta, nem tudom, hogy látta ezt a riportot. Jelen voltam. Vagy jeleni volt, akkor pláne. Azt mondta, szeretnék egy olyan országban élni, ahol lehet becsületesnek lenni, nem kell kiskapukat keresni ahhoz, hogy boldoguljak, és nem kell nekem rosszul érezni magam, nem kell valaki mást átvernem, hogy előre tegyek szert, én becsületes szeretnék lenni. Ez egy fehér holló ez a nyilatkozata egy gimnazista tanulónak a mai Magyarországon. Meglepődne, ha tudná, hogy mennyire nem fehér holló. Egészen felvillanyozóan hatott ránk is, amikor jelen voltunk ebben a közösségben. Ez egy normafa területén lévő, elég eldugott szállodában zajlik ez a verseny, és tényleg érdeklődőek, lelkesek, és nagyon jó véleményük van arról, hogy nagyon tájékozottak abban a tekintetben, hogy mi is zajlik Magyarországon. Egyébként sokkal tájékozottabbak, mint az én korosztályom volt abban. Szóval nem túl idealista ez a lány? Egyáltalán nem. Szerintem, hogyha ez a korosztály tényleg felnő és fellép a korrupcióban, akkor ez az állapot sokkal valószínűbb, hogy eljön, mint nélkülük. Tehát gondoljunk bele, hogy ők már az internetről tájékozódnak, előttük a trafikpályázat az már egy nyitott könyv, és már van róla kész véleményük, és tudják, hogy mit gondoljanak róla. Köszönöm szépen. Önöknek is köszönöm a figyelmet. Most jön a csat Róna Jegonnal, hétfőn pedig újra velem találkozhatnak itt az Egyenes Beszédben. Viszontlátásra!